Rangos elismerésben részesítette a Michelin Green Guide Marosvásárhely központját az épített örökségért. A turista látványosságokat minősítő cég külön kiemeli a kultúrpalotát, valamint a Néprajzi és Népművészeti Múzeumot. Ez itt a Michelin Green Guide online útikönyve, amely komoly elismerésnek örvend a turisták körében. Az útikönyvben most már a Marosvásárhelyi kultúrpalota is megtalálható, amelyet a háromból két csillaggal minősítette a Michelin Green Guide. Emellett a Tódalagi palotában működő Néprajzi és Népművészeti Múzeum is kapott egy Michelin csillagot. A Michelin cég neve egyébként a gumiabroncs gyártás mellett a vendéglő minősítéseiről vált híressé, és csillagjaival a vendéglátó egységek mellett a turista látványosságokat is minősíti. A Maros megyei múzeum igazgatója szerint a rangos elismerés jelentősen fellendítheti a turizmust. Azért fontos a két Michelin csillag elismerés, mert a figyelmet irányítja rá ezekre az épületekre, az épített örökségre, és hát a Visit Mures turisztikai egyesülettel közösen az a célunk, hogy jövőre ezt kiaknázni, a turisztikai társaságoknak elküldeni, és felhívni a figyelmet arra, hogy Marosvásárhelyen milyen értékek vannak, ugye, és hát főleg a környező városok turisztikai forgalmát egy kicsit átirányítani. Marosvásárhely fele is gondolok, itt Segesvár vagy Szováta, és megpróbálni kihozni a maximumot ebből. Az útikönyv részletesen bemutatja a kultúrpalotát, kiemelve Körösfői Krih Aladárt, Roth Miksát és Nagy Sándort, a gödöllői művésztelep alkotóit, Komor Marcell és Jakab Dezső építészeket, valamint dr. Bernádi György polgármestert, aki megálmodta és fel is építette a kultúrpalotát. A kiadvány egyébként szintén két csillaggal értékelte a Rózsák terét az épített örökségéért, egy csillaggal a közigazgatási palotát, és említést tesz a középkori várról, valamint a Teleki tékáról is.